A szervezők a jubileumra külön tortával készültek, hiszen a süteményezés elengedhetetlen része szokott lenni a rendezvénynek. Az esős időjárás miatt a kerekesszékesek sajnos az idén nem tudtak csatlakozni a túrához, de szép számmal akadtak olyan kerékpárosok, akik a zord időjárás ellenére is bevállalták a távot. Ez a 20. jubileumi alkalmatok. Mit jelent ez pontosan? 20 éve már, hogy kőkeményen tekertek és űzitek az ipart, vagy ez a 20. alkalom, de akkor tulajdonképpen hanyadik éve is vagytok benne? Hát több mint 20 éve tekerünk azért, de a 20 alkalom az úgy jön ki, hogy minden évben 3-szor megyünk, ugye tavasszal, nyáron és ősszel. És hogyha én ezt úgy kiszámolom, akkor talán 6-7 éve biztos, hogy már együtt vagyunk. Vannak újak, vannak régiek, vannak visszatérőek. A lényeg, hogy együtt legyünk, és lényeg, hogy együtt tekerjünk. Van ugye több rendezvényetek. Ott van például ugye a téli félmaraton, vagy éppen említhetném a Liba futamot is, és a különböző trizolis megmozdulásokat. Ez a Bringa barátság, Bringa túra, annó, milyen célzattal, milyen céllal jött létre? Hát ez úgy jött létre, hogy amikor én láttam, hogy itt Kiskörösön és Kiskörös környékén jó Bringa úthálózat van, akkor elkezdtem kerekezni a környező településekre. És ott találkoztam a halasi bringásokkal. Ők akkor még nem voltak egyesület, csak baráti társaságként tekertek, ugyanúgy, mint mi. És elhatároztam, hogy kellene egy ilyen közös eseményt csinálni, ahol összejövünk nem csak halasiak, hanem a környező településekről, és akkor tekerünk együtt. Ismerkedünk, barátkozunk, és a közös tekerés a lényege. Futós és kerékpáros rendezvényeitek egyaránt vannak. Mik a tapasztalatok? Itt a környékbeliek inkább kerékpározni szeretnek, vagy futni? Itt a környékbeliek közösségi futásokra nem nagyon járnak. Tehát ez a félmaratonunk, amit említettél, az december elején lesz majd. Az főleg azért egy különleges dolog, mert van benne betonos rész, meg van benne terepes rész. Van, aki terepen nem szeret futni, van, aki pont fordítva, van, aki betonon nem szeret futni. Inkább bringások vannak nálunk, mint futók. Az esemény küldetése évek óta, hogy valódi bringa barátságok köttessenek, amin keresztül a Trizoli Jóti Futi Egyesület céljait minél szélesebb körben megismerhetik az emberek. Az egyesület programjai során a sport és a jótékonykodás elválaszthatatlanok, de több olyan rendezvényt is tartanak, ahol a szabályos közlekedésre hívják fel a figyelmet. Szeretnénk fölhívni a biztonságos közlekedésre a figyelmet. Tavaly kísérletképpen csináltunk egy ilyen Bagoly Bringatúra nevezetű közös bringázást, amit a Kiskörös város utcáin, terein halad végig. Itt este találkozunk 9 órakor. Az idén a következő ilyen alkalom október 30-án pénteken lesz. Az eseményen a kerékpárok állapotát is felmérik. Akik érkeznek bringába, átnézzük a bringájukat, prizmát cserélünk, vagy éppen pótolunk, akinek nincs csöngője, szerelünk föl csöngőt. Tehát megnézzük azt, hogy a bringák eleve keréknyomás, tehát biztonságosak-e, és amikor ezzel mindenki készen van, akkor indulunk egy ilyen városkörre. Kiket vártok elsősorban? Hát itt tavaly, hála Istennek, nagyon sok gyerek volt, akiket nem fektetnek le még 9 órakor, 10 órakor, mivel szombat van, másnap nincs suli, azért szervezzük, tervezzük ezt szombatra. Reméljük, hogy most is nagyon sok gyerek lesz, ők nagyon fontosak, hogy lássák azt, hogy mennyire fontos dolog ez. Az időpontból kiindulva most nem terveztek valamilyen maszkos jelmezes felvonulást ezzel így egybekötve? Hát nem az a cél. Tehát itt az a cél, hogy láthatók legyünk, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy sötétben bringázni a legfontosabb a biztonság.